Marokkóban 2000 fölé emelkedett a pénteki nagy erejű földrengés halálos áldozatainak száma. Több ezren megsérültek, sokan kritikus állapotban vannak. A hegyvidéki településeket továbbra is nehéz elérni a sziklaomlások és földcsuszamlások miatt. Még rengetegen lehetnek a romok alatt. A háza udvarán vészelte át az éjszakát ez a férfi a családjával együtt egy hegyvidéki településen, Marokkó középső részén. Abdellatif Bella péntek éjszaka sérült meg a nagy erejű földrengésben, és most nagy bajban vannak. A férjem az egyedüli kenyérkereső, nagyon szorgalmas munkás. Ha ő kiesik, akkor nem lesz mit ennünk, pedig két kisgyerekünk van, mondta az asszony, aki azt is megmutatta, hogy a házuk lakhatatlanná vált. A 7,8-es magnitúdójú földrengés nem sokkal péntek éjfél előtt rázta meg Marokkó középső részét. Az emberek csüggetten vizsgálják a romokat. A mentés csak lassan halad, a segítség késik, a hegyvidéki településeket ugyanis rendkívül nehéz megközelíteni a sziklaomlások és földcsuszamlások miatt. Még mindig vannak emberek a romok alatt. Mivel nem jöttek időben menteni, meghaltak. Én a gyerekeimet a saját kezemmel hoztam ki. Most igyekszem szállást keríteni, mondta ez a férfi. Egy másik helyi lakos pedig azt mutatja, hogy éppen itt vacsoráztak, amikor 5 másodperc alatt romba dőlt az életük, mindenük oda lett. A több mint 900 ezer lakosú Marrakesben is borzasztó pusztítást végzett a földmozgás. Az óvárosban súlyos károk keletkeztek a középkori mecsetekben, palotákban. Ezen a felvételen az látszik, hogy egy férfi alig tudott kimenekülni a ráhulló romok alól a turisták körében népszerű városban. Egy görög légitársaság különjáratot küldött a Marokkóban rekedt külföldiekért. Az éjszakát a téren töltöttük, és mivel nincs más lehetőség, inkább hazamegyünk Athénon keresztül Skóciába, mondta ez a skót ügyvéd. Ezeken a légi felvételeken látszik igazán, hogy a földmozgás egész településeket törölt le a föld színéről. Több ezer ember meghalt, illetve megsérült, csak nem másfél ezren kritikus állapotban vannak. A természeti katasztrófa mintegy 300 ezer embert sújtott közvetlenül az észak-afrikai országban.